fejezet Matahari halálbüntetést kér, mire enyhén szólva kivezetik. Nagyon helyes, hogy a tetemet már előkészítették a boncoláshoz. Örülök, hogy végre rend van a kórházban. Fogjunk hozzá, uraim! A lelet szerint ez itt egy 45 év körüli anémiás egyén, causa mortalis, előre haladott atrófia. A korboncnok felemelte kését, lehúzta a leplet, ám ekkor legnagyobb csodálkozására a halott felült, és mutató ujját figyelmeztetően kinyújtva így szólt. Párdon, a boncolás előtti illem előírja, hogy bemutatkozzam. A tanár szigorúan összevonta két szemöldökét, és a meghökkent kórházi szolgára nézett. Marcel, hogy kerül ide egy jól nevelt női hulla a középkorúnak jelzett 45 év körüli egyén helyére? Uraim! És az orvosokhoz fordult választ sem várva, iménti kijelentésemet visszavonom, a kórházban még sincs rend. Nem is szólva az ablakokról! jegyezte meg egy tetemtől szokatlan szemrehányú hevességgel a halott, amelyeket legalább két heten nem pucolt senki. Nevem Prücsök, mely titkos megjelölés nemzetközi kémnők számára. Hogy kerülön a boncoló asztalra? kiáltotta a kórházi szolga. Belupusztam, kérem, éjszaka, mivel hírhet kémnő vagyok, és fontos hadi titkokat akartam itt kilesni. Ez kötelező, mert megbízom, akinek rém vastaga szemöldöke, Mr. X-nek hívják, o olykor kacag, mindenkit megölet, és egy feltűnően tuskolábú illető beteg rokonaim révén zsarol. Mm, még mindig nem értem, mondta az orvos a kollégáinak. Úgy tudom, hogy a katonai ügyészség kórházának nincs elmeosztálya. Lehet, hogy más helyről szökött el. Közben Marcel, a szolga, telefonált az őrségre. A boncolásra szánt halott természetesen ott volt a helyiség sarkában, egy koborsó mélyén, csak úgy, mint máskor. Ez a leány egyszerűen a helyére feküdt. Kérem, tessék elhinni, hogy én az ágyúgyártás vegyi receptjéért lopóztam be, állított a türelmetlenül kis és iránkozva a jól neveltetem. Feltéve, hogy a legfelsőbb katonai körök valami rejtés oknál fogva a hullakamrában őrzik fontos irataikat. Felelte szigorúan a tanár. Mondom, még ebben az érdekes esetben is ragaszkodnom kell ahhoz, hogy ön nyomban elhagyja a boncoló asztalt, hátborzongató tervét későbbre halassa, és egyedül vagy ápolójának kíséretében távozzék. Just sem! Felelte a halott, és kiöltötte a nyelvét az orvosok felé. Ami helyén való, ha valaki lázas vagy gyomorrontásáról szeretne véleményt, de a kislány nem volt lázas, és gyomorrontásban sem szenvedett. Az orvosok egyhangú villámdiagnózisa szerint itt egy igen súlyos, előre haladott neveletlenség csúf kísérő tünete lépett fel. A káplár kíséretében sietve jött az őrség. Az ilyet szemű fekete lány csüggetten lesodorta magáról halotti leplét, és kiderült, hogy kopott és rongyos fekete ruhát visel. Továbbá legalábbis 45-ös számú kiselejtezett férfi cipőt. E férfi cipőt bizonyára játékkártyákkal tette vízhatlanná, mert a talp egy lyukas részén a vörös király tekintett ki mélabúsan, mint a hét héttoronyba bebörtönzött uralkodó valamelyik történelmi dráma nyílcini változásában. A tanár nem szívesen áltott, mert idegenkedett az olyan jelenetektől, amikor az őrség megbilincseli és elhurcolja a kémnőt, akit hibbantsága sem óvhat meg a biztos golyó általi haláltól. Ezért kisé elfordult. Igen, meglepődött azonban, amikor a vöröshajú káplár így kiáltott dühös hangon a nemzetközi kémnő felé. Na megállj, te taknyos! Hát, még ide is bejöttél! Kérem! Hebegte ilyetten a kémnő. Én, én a repülőgép gyártás vegyi képletét akartam ellopni, és az angol szerviz tagja vagyok. Fogassanak el, és hallgassanak ki! Tudom a halálsugár titkát! A zöld kacaj vagyok! A káplár azonban rögtönítélő önbíráskodással és azon a recsegő, könyörtelen hangon, amelyel a venszáni erőt udvarán tüzet vezényelnek az elítéltel szemben, így kiáltott. Kirúgni a pimaszt! És az ítéletet nyomban végrehajtották. Az elítélet számos utolsó kívánságot csikoltozott, de ezeket nem teljesítették azért lehet, hogy magától is teljesedni fog némelyik, hiszen nincs kizárva, hogy egy porkoláb kötelesség teljesítés közben szélütést kap. Ez esetben cipőben hal meg, ami nagyjában, de nem részleteiben, egyezett volna a halálra ítélt utolsó kívánságaival.